Hi everybody, my name is Carlos Jurado. Üdvözlök mindenkit, and Carlos I'm really, Jurado really vagyok. excited about today's lecture. I'm going to Mai show you napon zirconia a restorations for cirkornium implantations in pótlásokról fogok aesthetic zone. mesélni önöknek, I'm amik going to show you very implantátumokra interesting készülnek az clinical esztétikus cases. zónában. Now I'm also going to show you data research Különböző adatokkal about és the kutatásokkal use is of zirconia készültem. in implant dentistry. Hadd osszam meg a First, let me share képernyőmet my screen önökkel. with you. Perfect. Here we go. Szeretném megköszönni Here első we go. körben a Dentalvert szervezőinek, hogy itt First, lehetek. I want to say thank you to Ez lett everybody volna in the a Dental 20. World évfordulója Organization. a Dentalvertnek. This year is the 20th anniversary. Pandémia miatt ez Big most ugye egy thank you. Big online thank you to Mr. rendezvényformájában Leonardo kerül Lazzo for the invitation as well. megtartásra. It's our very important Remélem, így is fogják dental work. élvezni. Due to the pandemics right now, we are doing this online. But still, Alkalmazhatóak. As I mentioned before, it's not only in restorative dentistry, it's also periodontics, pediatrics, and probably most of other areas as well, other specialties as well. Fontos tudnunk, hogy a cirkónium frézelése két különböző módon történhet. Az egyik, amikor a blokk az előre égetett, előszinterezett tömb. Ilyenkor még nincs teljesen kristályosodva a tömb. És van a második verzió, amikor teljesen kristályos anyag maga a tömb. Kétféle blokkot lehet venni, az egyik az a preszinterezett, az előégetett, a másik pedig a... Bocsánat, az égetés előtti, a másik verzió pedig a teljesen kiégetett tömb. It's going to be time-consuming, milling the restorations that you need. It's gonna take sokkal longer time. Több idő és sokkal anyagi idő és anyagigényesebb. Az égetés előtti tömböknek a megmunkálása. Sometimes it's preferable to use a pre-sinter blocks. And remember, if it's in a pre-sinter stage, zirconia will be in the blocks and it's going to mill the restorations with a 20 to 25%. És arra figyelnünk kell, hogy amikor frézeljük a vázakat, akkor a 25%-os zsugorodást bele kell kalkulálnunk azoknál a tömböknél, amiket majd mi fogunk égetni, és nem az előégetett tömbök. Zsugorodik az anyagégetés közben. Ezért is kell számítógéppel tervezni. You have to place the code of the block so everything, so the shrinkage is calculated. There are also, it's very interesting this, that the introduction of micro cracks during the framework.